Valószínűleg a legtöbb mai kisgyerek, sőt anyuka és nagymama is tudja, ki pompom, órarugó gerincű felpattanó, festéktüsszentő habcibenő, madárvédő golyókapkodó, radírpók, vagy épp a szeretetre méltó kerekded gombócartól. Azt viszont kevesen tudják, hogy egy kövér madár is lehet szerelmes, vagy hogy milyen gonoszságokra vetemedhet egy megáltalkodott lesből támadó ruhaszárító kötél. Mese barátságról, önzetlenségről, szívbéli szeretetről. Csukás István az Aranyszamár Bábszínház előadásához talált ki új szereplőt, Gombóc Artúr szerelmét, a színes kismadarat, Priscillát, és a szerző írta a dalszövegeket is Bor Viktor zenéjéhez. Pompom ki volt és mi volt, pompom volt, hát még mesél róla, kopasz fejem farunkra, és hol lakott, mond tovább, lakóhelye egy park. Milyen előadásra jöttél ide, tudod? Pompom. Ismered a pompomot? Nem. Sose láttad még a mesét a tévében? Ezt láttam. Melyik őtök tud felsorolni szereplőt a pompomból? Kit ismertek ebből a meséből? Én nem ismerek. Nem. Én igen. Mondjad. A Gombóc Artúr. Judit most sokabb mesét jója általában, úgyhogy... Tele vagyok a pompom szereplőivel. Tele vagy a pompom szereplőivel? Akkor még egyet esetleg mondjál. És még van benne az álmos szörnyet, az ászító szörnyet, és a búzasztó sokat mesít Jodik Maja. Tele vagyok a mondataival. Mennyiben volt új ez az előadás a régi pompom élményeinkhez képest? Hát meglepett, hogy más figurákkal is el lehet ugyanazt játszani, tehát ezt így nem tudtam. Tehát meglepő volt, és... Érdekes volt, hogy a sok történetből egy egészet összeállítottak. Én élveztem, tehát kíváncsi voltam, hogy még milyen szereplőket lehet behozni, hogy a régi sok kicsi, amit rajzfilmből láttam, hogy áll össze egy komoly történettér. Tehát nekem tetszett. Miután az eredeti mesék, azok rövid kis apró történetek, ezért mi megpróbáltuk ebben az előadásban kicsit összekapcsolni ezeket. Tehát minél több szereplőt belerakni, és minél több apró kis történetet. Ezt egy kicsit így egybe kellett kovácsolni, és egybe kellett fűzni. Ez azt jelenti, hogy itt hat mese lett összekapcsolva, és ugye ami még fontos egy előadásnál, hogy minden szereplőnek meglegyen az íve, tehát lássuk az ő jelenfejlődését, vagy az ő kis személyiségváltozásait. Gombóc Artúrnak lesz egy szerelme. Ez azért érdekes, mert az eredeti mesében Csukás István nem írt bele ilyen figurát, és amikor mi elemeztük ezeket a kis történeteket, és konkrétan ezt, hogy Artúr miért utazik Afrikába, akkor rájöttünk, hogy kell egy olyan motivációs erő, ami ténylegesen ezt a kicsit nehézkes, kicsit molett figurát elindítja, hogy bejárja a világot. És arra gondoltunk, hogy legyen neki egy párja, aki miatt elmegy Afrikába. És ez egy ilyen nagyon helyes dolog volt, mert a szerző úr nagyban bólogatott, és azt mondta, hogy zseniális, hát hogy a nekem ez miért nem jutott eszembe, hogy legyen egy ilyen figura, úgyhogy így került be Priscilla. Más volt, igen, kicsit modernebb változat volt. Miben?
Hát maga a történet mondjuk ugyanaz volt, de a színpad, a színpadi játék az más volt. De a gyerekeknek tetszett, és ez a fő. Nekem nagyon jó volt. Mi tetszett a legjobban? Nekem, amikor megmentették a madárkát. Tetszett. És a zene? Az is jó volt. Ismerted a szereplőket? Ismerted ezt a mesét? Ismertem, de a szereplőket, mondjuk a pókot nem ismertem, meg azt a ugrit, azt nem ismertem még, meg azt a kis madárkákat. Ugyanígy ugye végig kellett vinni az órarugó gerincű felpattanó figuráját, hogy ugye Artúrnak tönkre megy a háza, ugye nagy bánatába, és hogy házat keres magának, és befészkeli magát ugye az órarugó gerincű otthonába, a toronyba, és akkor, hogy mi történik velük, hogy neki is végül is lesz háza, visszakerül Artúrnak is, Artúr is elnyeri a boldogságát, Habci Benő is ugye megtalálja a maga funkcióját, hogy nem csak a vaktába prüsszök, hanem értelme van annak, hogy ő képeket tud, ő házat tud festeni, ő mindent tud festeni ezzel a prüsszögéssel. Szóval, hogy mindenkinek, igazából az összes apró szereplőnek összeáll az előadás végére a saját története. A klasszikusokat sosem szabad elfelejteni, tehát az örökzöld kategóriába tartoznak abszolút, és hát a közízlést azt nagyon fontos kiszolgálni, és igazából az óvónénik, tanítónénik nagyon-nagyon szeretik rajtunk kívül is a klasszikus meséket, tehát ez szerintem fontos mindig repertoáron tartani. Tehát vágynak rá? Én azt gondoltam volna, hogy inkább ti orientáljátok a közönséget egy kicsit, hiszen manapság már mindenki, nem tudom, pókemberre kíváncsi, bár már lassan az is klasszikus lesz. Tehát azt gondolnám, hogy mindent elborít az új és az új iránti igény. Ezek szerint nem vágynak a régiekre? A szülők is, az óvónénik is, a tanítónénik is, és ezen keresztül a gyerekek is? Szerintem mindent elborít az új, ezért van olyan nagy szükség arra, hogy megpróbáljuk még minden energiánkat arra fordítani, hogy egy kicsit tápláljuk, és éltessük azt, ami egyszer már működött, és csodálatos, és szuper, szóval. De természetesen nyitunk az új felé is, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem játszunk kortárs meséket, de próbáljuk ezt az egyensúlyt megtartani. Ne arra fúj, kedves órarugó gerincű felpattanó! Kérlek, fáradj vissza a munkahelyedre!